Üdvözöllek! Bár elég sok program elérhető magyar nyelven is, azért közel sem mind. Nyilván ez azok számára jelent problémát, akik nem tudnak angolul. Természetesen meg lehet azt tenni, hogy egy angol nyelvi programból a szövegeket begépeljük valamilyen, például online fordítóba, és akkor ott megkapjuk a magyar megfelelőjét. Viszont van ennél egyszerűbben jobban használható megoldás is. Hogyha elvándorlunk a Searchforce.net weboldalra, és itt rákeresünk arra, hogy Screen Translator, akkor itt az első találat. Válasszuk ezt ki. Download. File mentése. Letöltődött, akkor indítsuk a letelepítőt. Magyar nyelven itt nem tud, tehát oké, okay, az angolra, és akkor next. Elfogadjuk a használat feltételeit, next. Megint next. Be lehet állítani, hogy hova szeretnénk telepíteni, a browserra kattintva, vagy éppen begépelve. Hát én most ezt itt hagynám, és akkor next. Itt egy fontos beállítás következik. Be tudjuk azt állítani, hogy milyen nyelvekről szeretnénk fordítani, egészen pontosan, hogy milyen nyelveket ismerjen fel a kijelzőn. Ugyanis ez úgy fog működni, hogy nem kell nekünk semmit sem begépelni, hanem egyszerűen ki kell jelölni egy területet a kijelzőn. Tehát például itt van ez a program, és akkor ezt a fájlt szeretnénk mi lefordítani, hogy ez mit jelent angolul, vagy például a Teamet, vagy a Tools, vagy a Window, és így tovább. Nekünk ezt nem kell begépelni egy fordító programba, hanem ezt a képernyőről ez a program el tudja lopni, úgymond. Na most látható azért, hogy elég sok nyelv van, amit ő ismer. Azonban ezt mindet le kéne tölteni, de szerintem ez alap esetben szükségtelen, de hát nyilván te választ ki azokat, amire neked szükséged lehet. Kiválasztom csak az angolt. És akkor tovább. Megint tovább. Hol hozzon létre parancsikonokat? Én most egyiket sem jelölöm be, hanem next. Telepítés. És akkor ezt meg kell várni, míg letöltődik. Letöltődött, és akkor itt megadhatjuk, hogy el is induljon. Hát induljon el, finish. Mint látható, megjelent itt az ikonja. És akkor ez hogyan működik? Hát az egyik módja, hogy jobbegérrel kattintunk az ikonjára, jobbegér, és akkor capture. Látható, hogy megjelenik egy ilyen kijelölés, mondjuk akkor kijelölöm ezt itt. És akkor látható, hogy megjelent a fordítás, csak nem éppen azon a nyelven, amire nekünk szükségünk volna, ezért jobbegér, settings, és itt a translationben válasszuk ki, hogy milyen nyelvre fordítsa, hát ez a magyar legyen nyilván. És itt a különféle fordítókat is be tudjuk állítani. Hogyha a balegeret nyomva tartjuk a Google-ön, és elkezdjük felfele mozgatni, majd felengedjük, látod, hogy megjelent a Bing fölött egy vonal, így, akkor először a Google-lel próbálja meg lefordítani. Úgy vettem észre, hogy a Google az gyorsabb, mint a Bing fordítója. Illetve itt a recognition-ben nekem angolra van állítva, hát jelenleg csak azt ismeri, mint az látható, mert én csak azt telepítettem. És akkor igazából, hát ez így ennyi. Itt van ez a capture a hátkész részben. Ez azt jelenti, hogy melyik billentyűvel hozható elő ez a kijelölő eszköz. Például beállíthatjuk az F2-re, de látható, hogy a Ctrl-Alt-Z-re van ez állítva alap esetben. Most akkor legyen az F2. És akkor oké. Okay. Itt fut alul. F2. Kijelölöm. Window. És akkor látható, hogy rögtön le is fordítja. Tulajdonképpen nyomok egy eszket, arra is van mód, hogy többet jelöljünk ki, csak ez nem mindig tökéletes igazából. Hát látható, most egész jól lefordította azért, de ez nem mindig van így. Próbálkozásaim során arra jutottam, hogy célszerűbb egy vagy kettő-három szót kijelölni. Hát itt a rán például megint nem került felismerésre. De ha csak azt jelölöm ki, akkor már is rendben van. Hát ez tulajdonképpen így működik. Jobbegérrel kattintunk az ikonra, itt van a result, és a show-val meg tudjuk nézni, látható. Illetve arra is van mód, hogy ezt szövegként kimásoljuk, jobbegérrel kattintunk, és itt van a másolás. És akkor ezt be lehet illeszteni, például egy jegyzettömszerű programba. Run, futás.
Tehát ez tulajdonképpen így működik. Egyetlen egy gond lehet vele, hogyha például az almenit szeretnénk lefordítani, lenyitom, és akkor F2, most ez éppen itt maradt, de ez nem mindig van így. Látható, hogy most a kattintástól persze eltűnt, és akkor itt lefordította nekünk. Hogyha esetleg eltűnne, akkor egy olyan megoldást is meg lehet nézni. Nyomunk egy print screen-t, elmegyünk valamilyen képszerkesztőbe, mondjuk a Paint-be, hogyha éppen nincs más, Ctrl-V, és akkor itt már nyugodtan tudjuk használni. Látható. Mivel ez egy gépi fordítás, ezért ez nem tökéletes, de úgy gondolom, hogy aki nagyon nem tud angolul, annak azért ez mindenféleképpen egy elég nagy segítség, és ehhez nem kell gépelni sem.